Fény, amit látunk rég, egy út, amin járunk rég. Világ, melyben élünk még, annyi vágy van még, bár csak meg. Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt, aki az Igazi Hősök fotókiállítás megnyitóján most megtisztelt bennünket. Én Hetei Attiláné vagyok, a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak a kuratóriumi tagja, körülöttem pedig a délutánnak a főszereplői, a mi kis hőseink. Ők azok a gyerekek, akik egy napra szuperhősök jelmezébe bújtak, és Katona Zoltán fotóművész képet készített róluk, visszatérve az itt látható képeknek a történetére. A történet még 2017. november elején kezdődött, amikor Örvendi Cynthia, aki az Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak a nagykövete, és Katona Zoltán fotóművész úrtól kaptunk egy e-mailt. És megkérdezték, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha a debreceni gyermekhematológiai osztályon kezelt kisbetegek egy napra szuperhősökké változnának, és majd az így készült képekből 2018 évben egy naptárt készítsünk. Hát mi nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, rövid volt a határidő, rögtön munkához láttuk. Kijelenthetem, hogy egy mindannyiunk nevében, azt hiszem ebbe a szülők is egyetértenek, hogy egy felejthetetlen napot töltöttünk a stúdióban. A gyerekeket profi sminkesek várták, akik segítettek ugye az átváltozásba. Utána pedig Katona Zoltán és munkatársai nagy-nagy szeretettel és türelemmel nagyon-nagyon sok fotót készítettek a gyerekekről, és hát ugye majd abból került kiválasztásra a legjobb.